Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy remek sportember lesz a mai vendégem, Szélig Viktor. Tisztelettel köszöntelek, mint a Fehérvár AV19 sportigazgatóját. Ezt se gondoltuk volna, aki ráadásul természetesen a Ifjócskai Gábor Akadémia munkájában is részt vesz, illetve kívülről irányítja az Ébel és a MOL Ligás csapatot egyaránt. Örülök, hogy itt vagy velünk, örülök, hogy itt vagy Székesfehérváron. Először is akkor egy megkésett születésnapi gratulációval kezdeném, hiszen szeptember 22-én töltött be, azt hiszem férfi ember lévén 41. életévedet, és ugye jött a világ, aztán a Dornbirn. Ez egy jó kezdet, ugye? Hát igen, mindenképpen jól indult a bajnokság, és köszöntelek, meg köszönöm szépen a köszöntést. Soha rosszabb bajnokság kezdetet, úgy gondolom, hogy idegenbeli vereség és 3 hazai győzelem, ez nem rossz. Most elindul majd a csapat egy ilyen hosszabb idegenbeli túrára, majd akkor fog kiderülni az, hogy milyen karaktere van igazából ennek a csapatnak. De beszéltük is Lóit a közvetítések alatt is, a hétvége alatt is, hogy ez tök jó dolog, hogy most sikerült ez a 3 hazai meccses győzelmi széria, de a csapat még tehát tud hova fejlődni, az edzővel még nem teljesen csiszolódott össze ez a garnitúra, de hát hosszú a szezon, úgyhogy lesz még erre elég alkalom. Ezt remény, ez biztos vagyok benne. No, viszont menjünk vissza a mélyre, egy kicsit a múltba. 1992, alig 17 éves kisrác, aki egyszerre játszik az ifi, a junior és a felnőtt válogatottban. Ezzel fogjuk kezdeni, de először is arra lennék kíváncsi, hogy egy dunaújvárosi srác, hogy a Dunaújvárosban születtél. Butaság, hogy megkérdezem, mert nyilván a Dunán, de miként tanul meg korcsolyázni egyáltalán? Hát ez érdekes történet olyan szempontból, hogy nekem nem volt semmilyen kapcsolat ebben a sporttal, tehát pici gyerekkoromban, én még jégkorú meccset sem láttam, megmondom őszintén, még tévében sem. Az édesanyukám a Dunaújvárosi sportpályán dolgozott, és ott kérdezte meg sportot, tehát csináltam egy mindenféle sportot előtte. Indult egy korcsolya tanfolyam, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ezen részt venni. Én mondtam, hogy oké. Okay. Megtanultam korcsolyázni, és valahogy ott ragadtam a pályán, de mondom, tehát semmilyen. Nekem a szüleim sportoltak, de röplabda vonalon, úgyhogy a jégkorong ez egy ilyen kis idegen test volt. Ebben hogy került a kezedbe ütő? Hát mondom, tehát ott került először, az elején is még Kercső Árpád előtt kezdtem el, nem sokkal, de akkor kezdtem el ismerkedni így az alapokkal. Hát ott került előtte, mondom, nem is láttam, nem is semmilyen kapcsolatom nem volt a jégkoronggal, tehát ott kaptam egy ütőt a kezembe, ott kiderült, hogy majd a bal oldalra úgy nekem jó lesz, és akkor... Kimondtál egy bűvös nevet, Kercső Árpádét. Azt hiszem, hogy a ma jégkorongozói, a te korosztályod, jószerűen mind, azt nem mondom, hogy minden, de csak nem mindent neki köszönhet. Az a fajta tűz és alázat, ami kézenfogva járt, két ellentétes fogalom, ami jellemezte őt, azt hiszem nagyon sokat segített abban, hogy 10 évesen már megtanultátok a játék alapjait, ami aztán később nagyon sokat segített, hogy ez a sportág Magyarországon is meghonosodjék. Ez így van, tehát a mi korosztályunk, neki köszönhetjük azt, hogy eljutottunk, ameddig eljutottunk. Nagyon szilárd és jó alapokat kaptunk tőle. És ami a legfontosabb szerintem az, hogy tényleg ő tűzön vizen keresztül segítette és idézőjelbe tolta ezt a korosztályt. Tehát ez volt igazából az első csapata itt Magyarországon. Nagyon sokat tett értünk. Mi pedig természetesen nagyon sokat köszönhetünk neki. Nagyon sokan lesajnálták az első időszakban. Azt mondták, hogy álmokat kerget, ami hát soha nem valósulnak meg. Hát igen, mert tényleg abban a hoki közegben, amikor nincs fedett jégpálya Magyarországon, amikor egy szezon 4 hónapig tart, mondjuk jó esetben, akkor elég furcsán néznek az olyan ember, aki azt mondja, hogy majd figyeljétek meg, majd egyszer átcsoportba fogtok játszani, gyerekek. Tehát mi se hittük. Ugye, ha visszamegyünk egy kicsit a múltba, ugye a 22-es volán ide kerültével azért Fehérváron már lett jégpálya, aztán jött a Jászberényi fellendülés, és így tovább Dunaújváros, Miskolc, így szép sorban, tehát nem csak Budapest központú lett ez a sportág, az sokat segített. Mennyit kellett akkor gyermekfejjel dolgoznotok azért, hogy
kvalifikált, jó jégkorongozó legyen belőttetek. Hát igazából ez is volt a sikerünknek a kulcsa, úgy mondom, vagy hogy az előrelépésünknek a kulcsa, hogy ha jól tudom, akkor ez egy ilyen szövetségi, tehát Magyar Jégkorong Szövetség által is támogatott projekt volt, tehát ez azt jelenti, hogy nekünk olyan lehetőségünk volt, annyi lehetőségünk volt égre lépni, mint az előttünk lévő generációknak sosem. Tehát voltak olyan nyarak, ahol minden nap még a megboldogult Budapest sportcsarnok aljában lévő kis jégpályán tudtunk edzeni. Tehát minden nap mentünk Dunajvárosból, vagy a srácok innen Fehérvárról, akik a válogatott közelében, vagy válogatottban voltak, azoknak volt lehetőségük nyáron minden nap jégre lépni. Tehát ez korábban elképzelhetetlen volt. Milyen volt az acélbika lét? Mi úgy képzeljük el, hogy egymást űztétek, hajtottátok, hiszen hasonló korosztály voltatok. Igen, hát tulajdonképpen együtt nőttünk fel. Így tehát ez a 1975 és 76-ban született srácok. Volt olyan, hogy az ember kinézett az ablakon, mondjuk a dunajvárosi lakótelepen, és akkor látta a másik hármat, hogyha ő is kint volt az ablakban. Tehát olyan közel voltunk egymáshoz. Nálunk az Erdősi Péter, a Berényi Norbert, a Ladányi Balázs, a Holló István, meg én, mi osztálytársak voltunk általános iskolába, és a többiek is mondjuk évfolyamtársak voltak, vagy a közeli iskolába jártak. A csapaton belül is nagyon családias volt a hangulat, de egész Dunajvárosban, tehát mondhatom, hogy amikor a jégkorong igazából toppon volt Dunajvárosban, tehát az az első bajnoki cím és környéke, akkor óriási sportélet volt Dunajvárosban, tehát nem csak a csapaton belül volt meg ez, hanem a többi csapattal. Igazi sportváros volt. Így van, különösen a kézilabdás fiúkkal volt szoros a kapcsolat, tehát ők sokszor lejöttek így esténként is, korcsolyát húztak, akkor volt, hogy mi játszottunk ellenük, akkor volt, hogy a vízilabda mérkőzésre való kihívást elfogadtunk a vízilabdás lányoktól, amik nem kellett volna, mert nagyon csúnyán kikaptunk tőlük. De tehát rendszeres volt ez a kapcsolat a csapatok között, és mondhatom, tényleg nagyon jó hangulat volt. Ugye 1992-vel kezdtem, akkor most már megérkeztünk oda. Azért nagyon-nagyon ritka, bár ezt gondolom Ladányi Balázsékra is vonatkozik, hogy ifi VB, junior VB vagy EB és felnőtt válogatottság. Én korán kaptuk lehetőséget arra, hogy a felnőttek között is megmutathassuk magunkat. Tehát nekem is az első felnőtt világbajnokságon, mert még úgy utaztam, tehát az első felnőtt világbajnokságon utaztam az ifi világeseményre, tehát még abban a korban voltunk. Hát, ahogy mondom, tehát ez is egy ilyen, tehát ez a koncepció része volt. Tehát mi kaptunk lehetőséget, és utána bele is szagolhattunk így a felnőtt légkörbe elég korán. Ezért is volt olyan szerencsénk így nekünk, hogy tényleg ilyen 200 fölötti válogatottságot. Igen, ugye 230-at számlálsz te, aztán nézegettem Tokai Viktor, Kangyar Balázs van előtted egyedül, igen. Ugye? Mögötted pedig azért ott vannak a többiek, akik szintén ugyanaz a korosztály, mint a Palkovics Krisztián és a többiek. Igen. Tehát nekünk volt nagyon sok lehetőség, tényleg 93-ban volt, ha jól emlékszem. Az első VB-t további 20 követte. Azért ez megszámlálhatatlan. Az emberfia nem is tudja ezt elgondolni, hogy ugye hát esztendőként van a világverseny, de az akkor is megmérettetni a világ legjobbjai között. Mondjuk a C csoporttal kezdték, de B és a Sapporo is a tiéd, a te korosztályotoké. Ez gyönyörűséges. De azért beszéljünk még egy kicsit az edzőkről. Ugye Kercsó Árpádot említetted, én ilyenkor általában óckodom megkérni, de azért most mégis megteszem, hogy kik voltak azok a mesterek, akik igazán felépítették a te cseppet sem mindennapi pályafutásodat? Minden edzőmtől tanultam valamit. Ha ki kell emelnem mondjuk három embert ebből az edzői garnitúrából, akikkel volt szerencsém dolgozni, az mindenképpen Kercsó Árpád, aki a kezdeteket jelentette, majd utána Pat Cortina, aki a nagy változást jelentette, tehát az ő megjelenésével, ő ugye nekem csak a válogatottban volt edzőm, de nagyon nagy hatással volt rám, és mondhatom szerintem a többiek nevében, hogy mindenkire abban a generációban. Majd utána a harmadik ember pedig Luciano Basil, aki a francia Biancsonban edzett engem, ő pedig elég furcsa hangzik, de tényleg 30 év, tehát 30 pluszos éveimbe faragott belőlem igazi profi játékost. No, ugye a legjobb hátvéd lettél alig 20 esztendősen, aztán még utána háromszor, utána jött a Tokai Viktor éra, most arról ne beszéljünk, mert utána meg ő aratott 2000-ben utoljára, de hát az egyértelmű, hogy nagy volt a konkurencia is. Hogy lehet egy igazi tőrőmetszet védő voltál folyamatosan fejlődésben? Én ezt annyira nehezen tudom elképzelni, hogy egyre jobb, mint a jó bor.
egyre érik, és ahogy látjuk egyébként az NHL-ben is, egyszerűen nincs kortalanok a jégkorong játékosok. Holott fizikálisan ez egy rendkívül kimerítő sportág. Ahhoz, hogy valakinek hosszú karrierje lehessen, ahhoz azért a szerencsére is nagyon nagy szükség van. Tehát, hogy a sérülések úgy kerüljék el, az olyan súlyos sérülések, ami esetleg kihatással lehet majd a továbbiakban. Hál' Istennek nekem nem nagyon voltak ilyen komolyabb gondok, tehát ezért is 39 éves koromig játszottam. Ha Tokai Viktor már szóba került, igazából ő azért is lehetett ilyen sokáig a legjobb, mert ő nálam ügyesebb játékos volt, tehát ezt most nagyon őszintén mondom, én még egy ilyen maradj otthon, úgynevezett maradj otthon hátvéd voltam. Most már amerre megy ez a modern jégkorong, ebben már elég kevés hely jut az ilyen típusú játékosok, mint én voltam. Mi még egy másik jégkorong, mondjam, hát így gyárnak a termékei voltunk, mi még teljesen más képzést kaptunk, mint a mostani. Tehát technikai oldalon? Vagy talán nem voltam elég ügyes, az is lehet egyébként, de nekem valahogy ez a szerep állt jól, és ebbe is maradtam. Éreztem egyébként már főleg így a végén a karrieremnek, hogy ez egy handicap, hogy én inkább ilyen védekező típusú. Tehát a tehetség és a szorgalom, az arányosítsunk egy kicsit tényleg. Én úgy gondolom, hogy tehát a tehetség, szorgalom és szerencsét azt mindig belevonnám ebbe a kérdésbe. Én mindig szerencsésebb voltam, mint szorgalmas az elején, majd utána pedig szorgalmasabb voltam, mint tehetséges. Tehát én amikor igazából elkapott ez a jégkorong szerelem, amikor igazából úgy éreztem, hogy ez az a dolog, amivel én esetleg majd az aktív pályafutásom után is foglalkozni szeretnék, ez már elég késő jött, tehát ez már a karrieremnek a végén. Mindig csináltam valamit a jégkorong mellett, tehát ez a klasszikus értelembe vett profi játékos, amikor csak a jégkorong és semmi más, nekem az nagyon kevés évben volt. Tehát mindig volt mellette vagy iskola, vagy egy kis munka mellette, vagy egy pici edzősködés, vagy egy kis csapatvezetés. Tehát mindig is szerettem azt, hogyha van mellette valami más elfoglaltság. A jogról majd később esik szó. Amikor megjött a lehetőség, elvágyottál egyébként Dunaújvárosból, vagy egyszerűen érezted, hogy kell lépned? Ugye hála Istennek nem Pestre mentél, mert akkor erősítetted volna a Volán ellenfeleit, tehát jött a francia kapcsolat. Ez tudatos volt, hogy külföldre vágy, vagy külföldre vágytál? Abszolút nem volt tudatos, tehát én nem, amikor így elképzeltem a pályafutásomat, hogy körülbelül hova mehet ez el, nem szerepelt benne a külföldi szereplés. Érdekes volt az a 2006-os amiéni világbajnokság, amikor megkeresett Luciano Bazzi, akit már említettem is, hogy szívesen látna a csapatában. Én akkor már ugye befejeztem az iskolát, és már el is kezdtem dolgozni, mint ügyvédjelölt, és inkább az volt akkor a fejemben, hogy egy ilyen békés átmenetet képezünk majd a sport és a civil élet között. Ez nagyon jó ütembe érkezett ez a francia dolog, mert ebbe mindenképpen bele kellett vágnom, tehát ki kellett próbálni, hogy milyen ez. Utólag mondom, nem bántam meg, tehát itt ez a 10 évet töltöttem el Franciaországban, és úgy gondolom, hogy talán egy picit játékosként is sikerült fejlődni, de a legfontosabb, hogy emberként szerintem egy sokkal nyitottabb, gondolkozású, személyiségű ember jött haza, mint aki 10 évvel ezelőtt kiment. Tehát dr. Szélig Viktor nem egy pesti középcsapat játékosa lett, hanem egy kőkemény légiós sorsot vállalt magára. Mi mindent lehetett megtanulni Franciaországban? Elsődlegesen azt, hogy csak hogyha a játékos dolgokról beszélek, akkor hogy az eddigi érdemek azok semmit nem számítanak, tehát ott a nulláról kellett mindent újból felépíteni, és be kellett illeszkedni egy teljesen új közegbe, ami nekem nagyon jót tett. Tehát nagyon sok-sok szép év Dunaújvárosba, de nagyon kellett az, hogy egy kicsit kilépjek ebből a kicsit már talán kényelmes közegből, és újból megpróbáljak tényleg minden egyes alkalommal megküzdeni azért, hogy én hasznos tagja tudjak. Ugye nyertél 4 bajnoki címet Dunaújvárosban, és Briançonban sem került el a siker, hiszen ezért nyertetek kupát. És akkor a francia jégkorong az közel azonos szinten volt, mint a magyar. Tehát ilyen értelemben az átállás az egyszerűnek tűnik, de azért egy légiósnak mindig nehezebb. Hát igen, a külföldítől mindig azt várják el, hogy jobb legyen, mint a hazai játékos. Igen, egy kicsit
nehéz így összehasonlítgatni, hogy most melyik jobb bajnokság, melyik nem jobb. Teljesen máshol ugye nagy távolságok vannak a csapatok között, tehát sok utazás, és egy kicsit sebesebb liga, mint itthon, amilyen hokit játszottunk annak idején, ami nekem, mint aki nem volt egy túlságosan gyors játékos, azért feladta a leckét rendesen. Jó végzett emberként nyilván a jövődre is gondoltál, hiszen ott már belekóstoltál a vezetésbe. Segített egyébként az egyetemen tanultak? Nem általában a jogszabályok ismeretére gondolok, hanem azt a féle humán metódust átültetni a sportvezetésbe. Mindenképpen, de tehát ez a jog is, hogy ez, nekem például, ahogy jégkorongos nem volt a családomban, jogás sem volt a családomban korábban, tehát a feleségem családjában van jogász, és a feleségem is jogot végzett, és valahogy kihívásnak éreztem, hogy ezt a dolgot elkezdjem is, és megcsináljam. Tehát nekem ez remek kis kihívás volt, és hasonló érzéseim voltak mondjuk egy nehezebb vizsga előtt, mint mondjuk egy nehezebb mérkőzés előtt. Tehát igazából az egész közeg, tehát élveztem, megmondom őszintén ezt az egészet, viszonylag jól is sikerült, tehát így nagyobb buktatók nélkül sikerült ezt a dolgot megcsinálni. Kitartást adott inkább, tehát úgy gondolom. Tehát volt azért egy nehéz periódus, főleg a végén, amikor tényleg olyan rövid idő alatt kellett valami olyan mennyiségű anyagot hirtelen átvennem, ami lehet, hogyha a sport múlt meg ez a küzdeni tudás nem lett volna, akkor lehet, hogy beletört volna a bicska, de tehát így a kettő dolog nagyon jól kiegészített egymást. Tehát legalább átkerült ez a szétlövést. Az biztos. No, viszont ott volt Ladányi Balázs és Vas Marci veled, tehát azért nem voltál egyedül magyar nyelvű. Ők mennyit segítettek ilyenkor légiósként, hogy ott vagytok hárman, ráadásul a csapat erősségei értelemszerűen? Segítettük egymást, ahol csak lehet. Nagyon jó volt, hogy kint voltak. Marcival mentünk ki ketten először, utána a Balázs egy évvel, ha jól emlékszem, vagy kettővel később érkezett, de ő is kint volt két szezont. Nagyon jól éreztük magunkat egyébként itt kint. Egy dolog miatt nem volt jó, a francia nyelv elsajátítása miatt, mert ugye angola, mint minden hoki öltözőben most már általában, az angol volt az első nyelv, és akkor utána a francia helyett a magyar. Tehát volt kihez magyarul is szólnak. Nem tanultad meg, hogy je passe, toi passe, je t'aime? Hát, hogyha lehetett, akkor inkább magyarul beszéltünk egymáshoz, mert a többiek kikuncogtak volna az akkori francia tudásunkkal biztos. Beszéljünk egy betűről, egy C betű. Mi mindent jelent a jégkorong nagy családban a C betű? Hiszen neked volt alkalmad megszokni és kifelé átadni. Ez egy óriási felelősség, ahogy mondott, C betűt a mezen viselni, mert az egy dolog, hogy amit mondjuk a szurkolók látnak egy csapatkapitányt, hogy mondjuk vagy vitatott helyzet van, akkor ő az első, aki mondjuk a bírókkal konzultál, vagy reklamál, vagy ott a jégen hirtelen képvisel a csapatot, de az igazi munka az a hétköznapokban zajlik, tehát egy olyan példamutató embernek kell lennie, lehet az akár a leghangosabb is az öltözőben, meg a legcsendesebb is, hogy nem csak mondjuk a játékával, de mindennel példát mutat a többieknek, össze tudja fogni az egész brigád. Nagyon összetett feladat ez, amitől megmondom őszintén, az elején egy kicsit én is megijedtem. Tehát még az elején Dunajvárosban, ha jól emlékszem, akkor fantáziát láttak abban, tehát azért is volt nehéz abban az időben, mert egy korosztály voltunk, tehát ott nem az volt, hogy a legidősebb volt, vagy aki a legmagasabbra jutott ebben a jégkorongban, tehát bármi más útján elismert, hanem egy adott homogén közegből ki lett valaki emel, vagy ő lesz a csapatkapitány. Nem is igazából éreztem magam erre készen, vagy így tettem magamnak fel a kérdés, hogy most miért pont én. Tehát ez egy olyan feladat egyébként, amit meg kell tanulni, és nagyon fontos, hogy jól kell csinálni, mert attól az elején nem is voltam jó csapatkapitány szerintem, vagy amikor a válogatottban megkaptam Kangyal Balástól a C betűt, akkor az viszont egy olyan elismerés volt, tehát egy magyar válogatott csapatkapitánynak lenni az egy fantasztikus dolog, és pont ezért előttem olyan emberek voltak, olyan nagy egyéniségek voltak, hogy hát fel kellett kötni a gatyát, hogy ott az ember megfeleljen. Jött két esztendeje volt elég, és jött Szapporó, a csoda. Azt a csapatot úgy emlegetjük mi sportkedvelők általában, mint az aranycsapatot.
Tehát, mint például, ha jégkorongos példát mondanék, mint ha azt mondom, hogy Sadrin Malcev Jakusev, a verhetetlen orosz csapat, vagy Ragulin nevét, vagy Tretyák nevét, vagy és így tovább. Hát a tiéteket is, az egy csoda volt megélni. Ti hogy jöttetek vissza a valós világba? Hiszen ez egy elképzelhetetlen történet. Hát nehezen jöttünk vissza egyébként, nagyon jól éreztük ott magunkat Szaporóba, de a viccet félretéve nehéz volt megemészteni, megmondom őszintén. Amikor az előbb szó volt arról, hogy Kercsó Árpádra miért néztek úgy annak idején, mint egy UFO-ra, hogy tényleg pályák nélkül, meg ilyen rövid szezonnal, meg ennyi játékossal ő A-csoportot emleget. Nekem megmondom őszintén, hogy bevillant ez az agyamba abban a pillanatban, hogy hát a mester már akkor ezt vizionálta, és nekünk ez így összejött. Abban a pillanatban teljesen hihetetlenek tűnt. Majd, amikor ugye a Divizió 1-es világbajnokság mindig előbb van, mint az A-csoport, majd akkor esett le igazából, hogy hova kerültünk, amikor utána néztük rögtön az A-csoportot, és néztük, hogy húha, hát jövőre ezek ellen a igen, emberek ellen. Hiszen te játszottál a C-ben, B-ben. Hát igen, amikor 93, amikor először felnőtt világbajnokságon szerepeltem, akkor azért még Dél-Afrika ellen játszottunk, meg Spanyolország ellen játszottunk mondjuk kiesési rangadót. Tehát ahhoz képest 2009-ben Svájcban, Kanada ellen egy világbajnokságon jégre lépni, azért óriási a különbség, de nagyon sokat beszélünk erről, pont a mi korosztályunk. Tehát én olyan szempontból szerencsésnek érzem magam, és úgy gondolom, szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy mi még láttuk ezt a hőskort. Tehát ennek a amikor még nyitott pályán játszunk, amikor olyan hóesés van, hogy 5 percet tudunk korcsolyázni, majd utána negyed óráig a havat toljuk a jégről, majd megint 5 percet tudunk korcsolyázni, és hogy nincs normális szerelésünk. És tehát mi nagyon tudjuk értékelni azt, hogy hol van most a magyar jégkorong, mert láttuk azt, hogy honnan indult. Igen, tehát Kercsó Árpád és a többiek, akik ilyen szinten megálmodták ezt, és be is teljesült, hála Istennek. És utána vissza Brianszomba. Melyik volt az a pillanat, hiszen építetted azért magad sportvezetőként, erről már esett szó, amikor úgy érezted, hogy elég. Ez a korfüggő egyébként, hiszen majd 39 esztendősen hagytad abba, tehát még azért egy-két jó éved lett volna minden bizonnyal. Vagy pedig úgy döntöttél, hogy most itt az ideje, hogy hasznosítsam a tanultakat, a jégkorongban és a köznapi létben, az egyetemen tanultakat is. Ez egy elhatározás kérdése volt, megmondom őszintén. 2013-14-es szezonban nyertünk bajnokságot Franciaországban, és akkor ott még lehet, hogy az ünneplés alkalmával így végigfutott az agyamba, hogy azért hát már több van mögöttem, mint előttem így a karrieremben, hogy igazából mikor kellene ezt az egész dolgot abba hagyni. Ugye a válogatottság az már előbb befejeződött számomra, és akkor elhatároztam, hogy még egy évet szeretnék játszani. 40 éves koromban már nem szerettem volna jégen lenni. És szerettél volna biztos visszajönni, vagy pedig azért megfordult a fejedben, hogy hiszen ott is karrier vár rád? Tehát tavaly ott voltam a csapatnál, mint sportvezető. Megmondom őszintén, a tavalyi szezonunk nem olyan jól sikerült, mint ahogy én elképzeltem, meg ahogy a csapat elképzelte. Úgyhogy ez egy ilyen közös megegyezés volt, hogy akkor az útjaink elválnak. Ugye, ahogy mondtam, 10 évig voltam egy csapatnál, ott kint Franciaországban. Véletlenekben nem igen hiszek, tehát ennek most itt volt az ideje, hogy váltsak, és hogy hazajöjjek. Igen, hát mi pedig örülünk neki, bár egészen más funkcióban képzeltünk el téged, hiszen nyilvánosságra került, hogy a Jégkorong Szövetség újdonsült sportigazgatót látja benned, aztán hát az ígéret szép szó jegyében ebből semmi nem lett. Jó, magyar mentalitás szerint nekünk szurkolóknak, sportkedvelőknek, ezt senki nem mondta el, hogy mi történt, hogyan. Egy számomra teljesen ismeretlen név került a sportigazgatói székbe. Ez már a múlt, ugyanakkor engedd meg, hogy a Jégkorong blogból idézzek a leveletből, hiszen ez nyilvános volt. Kedves Jégkorong, gyönyörű megszólítás, megmondom őszintén, ez fáj. És még egy mondatot, főleg úgy, hogy hosszú távollét után te szólítottál magadhoz. Ez augusztus 15-én kelt ez a levél. Nagyon csalódott voltál, hogy nem téged választottak? Választottak, bocsánat.
Igen. Igen, de mondom, ez is a sportból jött, tehát hamar túltettem magam rajta. Ez volt a döntés, vagy így alakult a helyzet, tudomásul vettem, és mentem tovább. És abban a pillanatban, egy hét múlva pedig már, hála Istennek, azért látszik, hogy Csicsó odafigyel a történésekre, már itt köszönhettünk téged Székesfehérváron. Kicsit váratlanul ért, megmondom őszintén, ez a megkeresés, de nagyon örültem neki. Ahogy a dátumokat idézted, tehát tényleg így hip-hop ez az egész dolog lezajlott, mert nagyon gyorsan észrevettem, hogy mind szakmailag, mind emberileg ez egy olyan hely, ahol is egy az, hogy sokat tanulhatok, és kettő az, nagyon reméltem, hogy hasznos tagja tudok majd lenni ennek a kis csapatnak itt Fehérváron. Ugye én Fehérvárra inkább ellenfélként jártam korábban, de nagyon örülök neki, hogy most a kékfehér csapatnak szurkolhatok. Hát tehát... a pirosfehér, kékfehér. Nem, érdekes, tehát pont ezt néztem, hogy a pirosfehér csapatba játszottam ugye Dunajvárosba, majd utána Briansonba, a pirosfehér ördögökbe, mert az volt a csapatneve, hogy ördögök, most meg a kékfehér ördögökbe. Tehát azért csak megvan ez a kis folytonosság. Íve van a történetnek, igen. Nem vitás. Hogy fogtál munkához? Hát nagyon nagy kedvel, érdeklődéssel, tehát mondhatom, hogy még mindig azért a információszerzés szakaszában vagyok, tehát 10 évig voltam távol így a magyar jégkorongtól, ami nem azt jelenti, hogy nem követtem az eseményeket, de napi szinten azért vannak hiányosságok, és most éppen ez a folyamat zajlik, hogy próbálom az összes olyan fontos információt, kapcsolatot felépíteni, összeszedni, ami fontos lehet majd a további. Hát emberes feladat mindenképpen az évben a MOL ligás és az akadémia csapatait is terelgetni jó irányba. Én ehhez kívánok neked sok sikert, és ahhoz, hogyha 10 esztendő múltán beszélgetünk, hiszen úgy tűnik, hogy ez a 10 évre most be vagyunk lőve, akkor csupa elégedett arc és mosolygós szem fog visszanézni ránk, mert azt hiszem, hogy a székesfehérvári közönség a legnépszerűbb sporták közönsége megérdemli, hogy ilyen vezetői legyenek, és ilyen játékosai. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szélig Viktor volt, a Fehérvár AV19 jégkorong együttesének sportigazgatója. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Ja igen, a Raktár utca szent, ne feledjék. Viszontlátásra!